Sziasztok! Újra itt vagyunk, Barek Péter és Erős Elemér, illetve a Kia Enírók. Múltkor láttuk, hogy mennyi pozitív tulajdonsága van, de sajnos minden pozitív tulajdonsága ellenére akad számtalan apró negatív tulajdonsága is. Bőven volt, miből szemezgetnünk. Lássuk őket! Sajnos még a Kia sem tud tökéletes autót tervezni, vagy hiányoltuk a szándékot, meg az is lehet, hogy egy későbbi modellre tartogatják az igazi tűzijátékot. Ami talán legjobban kiütközik, az a frank hiánya. Ha eleve villanyautónak tervezték volna, vagy nem vetették volna el azt a gondolatot sem, akkor itt ebben a hatalmas térben, ami elől van, hát egy kisebb bulit lehetne rendezni, de minimum csinálhattak volna mondjuk olyan trükköt, hogy ha már egyszer az autó orrára tették a csatlakozót, és mellette van egy hatalmas hely, akkor ott lehetne egy takaros kis fiók, amit, hogyha kihúzok, pont elfér benne a töltőkábel, és akkor minden egyben van. A motorteret simán meg lehetett volna úgy is tervezni, hogy ennek a fióknak a belseje az még szabad legyen, és minden más elfért volna. Vagy ugye lehetett volna úgy is, ahogy más autógyártók csinálják, hogy teleszkópos, tehát ilyen gázos teleszkóppal nyílik az eleje, és akkor egy hatalmas nagy csomagtér. Tehát ez mindenképpen komoly hiányosság. A műszerfal, hát az a fekete belső, az nem annyira szívderítő, illetve hát úgy látszik, ez az én sorsom, hogy belefutok rendre olyan autóba. Az előző autóban is volt egy ezüst dekorcsík, ami végigfutott a műszerfalon és a szemembe csillogott, illetve ebben is az van, hogyha innen süt a nap, akkor pont a szemembe tud csillanni a műszerfalnak az ezüst része. Hát ezt én egy telefontartóval hideltem át, pont oda tettem, ahova, vagy ahonnan a csillogás jönne, és megoldódott a probléma. Összességében a bőr talán egy kicsit érzékenyebb, mint az átlag. Viszonylag könnyen sérül, hogyha az ember mondjuk belenyúl körömmel a kormányba, akkor annak meglátszik a nyoma. Picit kényesnek tűnnek az anyagok, illetve egy-két márkatárs panaszkodik arra, hogy a bőr kivitelezése az nem lett tökéletes. Az autó belsejében zavaró zongoralak található helyenként, ami rendesen gyűjti a port meg az új lenyomatot. A váltó gomb mellett is zongoralak van, elég zavaró, illetve a műszerfal egyenes részét is zongoralak borítja, ami hát nem az legszerencsésebb választás. Az elején beszéltél az első csomagtartó hiányáról, szerencsére ez mind külföldi, mind magyarországi forrásból jól pótolható. Minőségi csomagtértárcákat lehet beszerezni, és könnyen behelyezhető az elejére, és nagyon praktikusan lehet használni töltőkábel vagy bármi egyéb tárolására. Az autó telefonos alkalmazása az UVO, nagyon szuper, nagyon sok mindent tud, de sajnos nem hibátlan. Számomra a legfőbb hibája, hogy néha irtozatosan lassú. Elindítom, és homokóra. Ha végre sikerül elindulni, a állapotletöltés PIN kódot kér. Mindig. Mindig be kell írni a PIN kódot. Megoldhatták volna, mint a legtöbb mai alkalmazásban, hogyha a telefon új lenyomattal vagy egyéb biometrikus azonosítóval van feloldva, akkor ezt nem kéri. Én azt figyeltem meg, hogy ha az autó 2-3 napot pihen, ami viszonylag ritkán fordul elő, de mégis megtörténik, akkor onnantól a mobil applikációból nem tudom fölébreszteni. Tehát addig, amíg ki nem nyitom kulccsal, addig a telefonról sem ébredt föl. Az autónak nagyon jó temperált akupakja van, hűteni és fűteni is tudja. Sajnos olyan gomb nincs, hogy én most egy villámtöltőhöz közeledem, ezért légy szíves, hozd olyan állapotba az akkumulátort, hogy a hőmérséklet megfelelő legyen egy nagyobb teljesítményű DC töltéshez, illetve hogy ezt lehet csinálni bizonyos körülmények fennállása között, tehát hogyha én beprogramozom az utastér fölfűtését, és be van kapcsolva a winter mód,
és töltőn is van az adott időben az autó, akkor az utastérrel együtt ő fölfűti az akkupakot is. Ha nem teszem, akkor sajnálatos módon iszonyatosan lassú tud lenni. Tehát egy 5 fokos akkumulátor, az eszem olyan 60 ampert vesz föl, az 18 kW. Ha elérjük a 15 fokot, akkor az már majdnem jó, ez olyan 115 amperes korlátot jelent, ami a legtöbb töltő 120-125 amperéhez képest nem olyan nagy veszteség, tehát ott már gyakorlatilag egy teljes értékű DC töltésről beszélhetünk, illetve a következő lépcső az a 25 fok. 25 fok fölött akár 200 amperrel is lehet tölteni. Téli módról még az jut eszembe, hogy nekem például teljesen random módon kikapcsol, tehát minden alkalommal, amikor egy ilyen előre programozott fűtésre számítok, akkor én leszoktam ellenőrizni, hogy vajon éle még a téli mód, és általában azt szoktam látni, hogy kikapcsolódott teljesen magától. Valószínű, ezt az akkumulátor kimérése miatt csinálja, hisz a legnagyobb teljesítményi töltésnél is, amikor megfelelő meleg az akkumulátor, akkor is csak 1,2 C-vel tölti, ami sok villanyautóhoz képest alacsony érték, de ezáltal garantálni tudja, hogy hosszú élettartamú lesz az akkumulátora. Az autó előfűtése egy nagyon szuper funkció, de sajnos ez se tökéletes. Leolvassza az ablakot, de az ablak tetején levő műszeregységet nem. Befagyva marad. Ha nagy a hó, akkor a leolvaszt ablakról becsúszik, és ide visszafagy a ablaktörlőházba, úgyhogy az ablaktörlők nem bírnak megmozdulni. Ebben az árkategóriában szerintem nem lenne ördögtől való egy fűtőszálas fűtés, ha nem is a teljes szélvédőre, de legalább az érzékeny részekre. Tehát ott mondjuk a kamera környéke, illetve akár itt az alsó, itt tudom én, tenyérnyi sávban, hogy az ablaktörlő az mindenképpen egy meleg helyről induljon, tehát ne legyen esély rá, hogy odafagyott. Ezek nem gyakori esetek, idén télen két alkalmat tudok, amikor ez így befagyott. De az pont idegesítő volt. Jó, a töltőajtónak nagyon jó, hogy ott van az elején, de van egy apró hátránya is ebből. Ugye, hogyha hóesésben közlekedünk, akkor az nagyon szépen össze tudja gyűjteni ott a havat. Hogyha ez egy picit megolvad és befolyik, majd utána odafagy, akkor gyakorlatilag nyithatatlanná válik a töltőajtó. Ezt egy viszonylag egyszerű, néhány wattos fűtéssel meg lehetett volna oldani, tehát amikor mondjuk be van kapcsolva a téli mód, vagy amikor, mit tudom én, 3 fok alatti külső hőmérsékletet érzékel, akkor simán mehetne egy nagyon kis vékony fűtőszálas fűtés az ajtó körül, és akkor nem lenne ilyen aggodalom. Az ajtóval kapcsolatos nyűgöm még az, hogy az ajtó felnyitása után még nekem 2 kupakot is ki kell vennem ahhoz, hogy tölthessem az autót. Szerintem sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha ezeket a kupakokat együtt nyitják magával a töltőajtóval, és akkor tényleg egymozdulatos lenne a töltés. A Levo Production csapatával hétről hétre azon dolgozunk, hogy friss és érdekes tartalommal jelentkezzünk nektek elektromobilitás témában. Ha szeretnéd támogatni a közösséget, vagy belépnél a zárt Discordunkba, esetleg publikálás előtt néznéd a videóinkat, csatlakozz patronálóink közé. patreon.com/villanyautósok. A töltés indítás néha bizonytalan, főleg AC töltés esetén. Bár a kézikönyve nem dokumentálja, de szerintem egy időablak van. Miután bedugtad a kábelt, ha még szerencsétlenkedsz a töltőoszloppal, az alkalmazás, hogy elindítsd a töltőt, körülbelül 45 másodperc után már az autó nem fogja elindítani a töltést. Csak akkor dugod be a töltőt az autóba, amikor már a töltőoszlop és az alkalmazással készen vagy a töltési indításra. Igen, ezt én is megfigyeltem, és nem láttam még át, hogy ez hát mi körülbelül 45 történt. Másodperc azt. Ja, valószínű, igen. Bedugtad 45 másodpercig, nem kezdi el a kommunikációt az oszlop, akkor... Igen, meg CCS közben is elő szokott fordulni, hogy elalszik, tehát hogyha nem vagyok elég gyors a töltés indításával, akkor egyszerűen nem indul el a töltés, és akkor ugye megint megy a kérdés, hogy most az oszlop szórakozik, az autó szórakozik, vagy mi van. Tehát ez nem olyan gördülékeny, mint máshol. Amit azt csinál, amikor oszlop azt mondja, hogy a töltés indítása, meg alkalmazás, minden, akkor dugom be, azóta nincs ez a szerencsétlenkedés. Az elején, de tényleg is szerencsétlen. Bedugtam, indít, nem ment. Amit nem értek, mivel ennek egy temperált akupakja van, tehát az autó önmaga tudja eldönteni, hogy most fűti az akupakot annak függvényében, hogy éppen túl hideg vagy túl melege.
indokolt lenne egy hőszigetelést, hogy ha már egyszer mondjuk egy téli üzemben fölmelegítettem az akut, akkor az első megállásnál ezt ne sugározza ki lefelé, illetve a menetszél ne vigye el a fáradtságos munkával megszerzett meleget, hanem az igenis maradjon az akkuban, sokkal egyszerűbb lenne, kevesebbet kéne fűtögetni, és gördülékenyebb lenne az egész. És igazából most már megvan a technológia arra, hogy viszonylag kis helyen is egész hatékony hőszigetelést tegyenek föl. Én ezt hiányolom, ez jó lenne. Én helyből nem nagyon szeretem az első kerekes autókat, pont azért, mert az első kerék hajtás ilyenkor télen egy nagyon minimális kanyarnál is már mindenféle beavatkozást igényel. Ha már egy ekkora autó és mindenképpen az első kerék hajtásra szavaztak, akkor igazán betehettek volna egy önzáró differenciál művet az elejébe, hogy ez kevésbé legyen gond. Ahogy elektronikusan megoldották, az finoman szólva nem lett tökéletes. Tehát jó néhány más autóban láttam ennél sokkal jobb megoldást. Tehát nem törvényszerű az, hogy egy első kerekes autó használhatatlan legyen ilyen enyhén taknyos felületen, de tényleg a 150 kW-os teljesítményt, ha első kerekeken akarják útra tenni, akkor ahhoz kéne valami kifinomult, vagy mechanikai, vagy elektronikai megoldás. Másik nagyon jó megoldás az lett volna, hogyha opcionálisan lehet hátra is hajtást rendelni, egy elektromotor. Ekkora a két kerékre a kihajtás. Ez megint csak nem igényel nagyon nagy tömeget, simán meg lehetett volna oldani. Valószínűleg ez is azért maradt ki ebből a változatból, hogy majd egy következő modell már ennyivel is többet tudhasson. 2 év múlva. Bár a Niro lámpái ledesek és nagyon szép fényük van, azért ezekkel is akad probléma. Egyik ilyen probléma, hogy télen teljesen be tudnak fagyni, az autó nem tudja ezt letakarítani, leolvasztani, mivel belső égésű motor nincs, a motortér környéke sem meleg, ez akár hosszú úton befagyva tud maradni. Bár tudja kapcsolgatni, és ezt nagyon jól is teszi, de sajnos ez még nem a LED Matrix. Ha valaki szembe jön, akkor teljesen lekapcsolja, nem csak a megfelelő helyet takarja ki. Igen, ez is 2020-ban szerintem nem lett volna öröktől való legalább opcióként fölkínálni a LED Matrixot, és megnézni, hogy a vevők hány százaléka kéri, hogyha sok, akkor tegyük bele. Talán a legbosszantóbb hiba, és ez is egy tervezési hiba, a hátsó kamera, a tolató kamera egész egyszerűen az autó felépítéséből kifolyólag koszolódik, de tényleg nem kell nagyon nagy kosz hozzá, egy picit nyírkosabb időben az összes koszt összeszedi a hátsó szélvédő is, ami nehezen takarítható, illetve a kamera lencséje. Erre létezik ugyan egy ChemWipe nevezetű megoldás, ami a hátsó ablaktörlő szárára fölrakott kefe, de én ezt nem merem kipróbálni, mert szerintem az a kefe pillanatok alatt elkoptatná a műanyag lencsét, és akkor azért nem látnék ki, mert homályos a lencse, akkor már inkább legyen koszos, amit néha letakarítok. Nekem ilyen ChemWipe-om van, amiről beszéltél, meglehetősen puha kefe, és a lencse se bizonyult puha műanyagnak, egész jól használható. Sőt, ugye mivel ez nem csak az elektromos, hanem a sima Niro-kban is ugyanez a kamerarendszer van, ott már több éve van, és nagyon sokan használják, és eddig szerencsére senki nem tapasztalt karcolódást, úgyhogy bátra ki a szerencse. Az autóban 4 ülés fűthető, a hátsók is, de a hátsóknak az ajtón van a kibekapcsoló gombja. Ezeket nem lehet se szoftveresen, se fizikailag kikapcsolni, letiltani. Hátul ülnek a gyerekek gyerekülésbe, és simán tudják nyomkodni az ajtógombot, ami meglehetősen idegesítő, energiapazarló, és a kézikönyve szerint meglehetősen veszélyes. Ugye egy letakart ülés, rajta gyerekülés, ha alatta megy az ülésfűtés, az tűzveszélyes. Erre sajnos a Kia nem tudott megoldást találni. Egy másik apróság, hogy nem lehet előről bekapcsolni sem, nem csak ki. Tehát, hogyha én egy utast várok majd a hátsó ülésre, nem tudom megtenni azt, hogy már odafelé elő 5 perccel korábban bekapcsolom az ülésfűtést, hogy nehogy a hideg bőrre kelljen ülnie, mert hogy ehhez nekem ki kell szállnom, hátra mennem, megnyomnom a gombot, és így tudok csak ülést fűteni hátul.
Sajnos a koncernre jellemző ez a rendkívül rövid 15 ezres szervizperiódus, amit ugye nem szabad kihagyni, hiszen akkor bukjuk a 7 év jótállást, már pedig az bizonyos hibák miatt nem hátrány, hogyha megvan a teljes 7 évre. A 15 ezres periódus szerintem indokolatlanul rövid, ráadásul nagyon szigorúak, tehát egyetlen egy kilométerrel sem szabad túllépni, mert az azonnali veszteséggel jár. Egy kicsit járhatna el méltányosabban is a Kia, illetve a Hyundai. Ugye a 15 ezres periódushoz az egyszerűbb szerviz, az olcsóbb szerviz ilyen 15-20 ezer forint, ami gyakorlatilag egy kilométerre egy forintos költséget jelent. A páros szervizek azok ennek a háromszorosa is lehetnek, tehát az már egy kicsit mondjuk, hogy durva. Indokolatlanul sűrűn kell például fékfolyadékot cserélni benne, főleg azt figyelembe véve, hogy az autó szinte egyáltalán nem használja a fékfolyadékot, hiszen visszatáplálásra fékez, az esetek 95%-ában. Tehát van néhány átlag felhasználó által indokolatlannak és indokolatlanul drágának érzett szerviz művelet. Szerintem ezt lehetett volna szebben is. Nyilván meg kell érteni őket is, hiszen jaj, miből élnek meg akkor majd a szervizek. Az autó szoftvere nagyon sokat tudó, de rengeteg apró hibája, hiányossága van. Nekem szoftverfejlesztőként ez különösen fáj. A legtöbb hiba igazából érthetetlen, meg egyszerű szoftverfrissítéssel nagyon könnyedén orvosolható lenne. Mikor beülünk az autóba, kiválasztjuk, hogy melyik felhasználóval szeretnénk közlekedni, ki vagyok. Ez néha 2 másodperc alatt megtörténik a felhasználó profilváltás, néha meg 1-2 percig tart. Nem tudjuk miért. Ha viszont felhasználó váltás közben elindulnánk az autóval, mert egyébként az autó már menetkész, megszakítja a felhasználóváltást és marad az eredeti felhasználó beállításai. Ugyanakkor rengeteg beállítás van, amit nem jegyez meg. Egyik ilyen beállítás, amit nem jegyez meg az autó, ez a gyalogos figyelmeztető rendszer virtuális motorhangja. Ez minden autó indításkor bekapcsol és ott búg. Ugyan ki tudod kapcsolni, de következő indításkor újra szól. Ez meglehetősen zavaró tud lenni éjszaka, csendes helyen, stb. Én ezt gyakorlatilag minden indításkor kikapcsolom. A másik ilyen beállítás, ami számomra hiányzik, hogy megjegyezzen az autó, ez az auto hold funkció, azaz mikor a lámpánál vagy bárhol megállok, akkor nem kelljen a fékpedált nyomnom, az autót megtartja. Az autónak beállítható különböző vezetés módoknál mekkora legyen a regeneratív fékezés ereje, de ezt megjegyezni csak az 1-2-3-as fokozatban tudja, a nullát nem lehet beállítani neki. Én gyakran szeretek vitorlázni, ezért olyankor mindig vissza kell kapcsolnom manuálisan, pedig például a normál üzemmód azt beállítanám, hogy nulla regeneratív fékezés legyen. Az autó menürendszere nem konzekvens. Több eldugott menü van. Nem csak a menüben, hanem bizonyos ikonokra vagy részekre bárhol kattintható, újabb menük bukkannak elő. Nem elég intuitív. Egy nem informatikában, meg autóban jártas személy nem talál meg bizonyos funkciókat könnyen. Az autó kamerájához egy táblafelismerő rendszer is tartozik. Nagyon szépen kírja, mikor mennyivel lehet menni. Azt is kírja, hogy előzni tilos. Magyarországon az útkereszteződéseknél, a keresztutcáknál nem szokás, nem írja elő a kereszt, hogy korlátozás feloldott táblát kell kihelyezni. Ezért az autó nem oldja fel ezt a korlátozást, továbbra is azt írja ki, hogy nem lehet normál sebességgel közlekedni. Ez néha zavaró tud lenni. Én kihagyott lehetőségnek érzem azt is, hogy bár az autó tudja olvasni a táblákat, tudja, hogy mennyi az aktuális megengedett sebesség, van benne tempomat is, a kettő nincs összehangolva. Legalább egy opciót belevehettek volna, hogyha én szeretnék mindig annyival menni, amennyivel szabad, és nem akarom túllépni a sebességet, akkor ezt én kiválaszthassam. Sokak szerint, főleg mikor először hallják meg, ez a gyalogos figyelmeztető hang tetszik nekik. Nekem kevésbé tetszik, főleg, hogy nehezen kikapcsolható. Nagyon jó ötletnek tartanám, hogy ne az a gyalogos figyelmeztető rendszer legyen, ami elő van írva törvényileg, hanem legyen egy gyalogos figyelmeztető duda, vagy valami gomb, ami csak akkor szólal meg, amikor megnyomom, és az is csak ilyen halkan. Nem egy folyamatos hang, hanem csak egy szakaszos hang lenne, amikor erre szükség van. További kihagyott lehetőségnek érzem azt, hogyha az autó mindig tudja, hogy ő most lakott területen van, vagy nem lakott területen van,
Lakott területen indíthatna mindig visszaforgatott szellőzéssel, mert vélelmezzük, hogy még nem minden autó elektromos, ergo kintről büdös jön be. Ha pedig éppen a Mátra tetején vagyok, akkor nyugodtan jöjjön be a friss hegyi levegő. További kihagyott lehetőség, hogy az előbb említett tolató kamera nem fixálható, illetve nem lehet olyat kérni, hogy én most mindenképpen a mögöttem jövő forgalmat szeretném látni. Érdekes módon a hibridben van erre egy külön gomb, ebben valamiért nincs, pedig ugyanaz az autó, ugyanaz a logika, ugyanaz a kamera igazán lehetne. Sőt, ha már kamera, ugye van ebben előrenéző kamera, lehetne még oldalra néző kamera is, viszonylag nehéz kilátni, tehát ez a motortér ez elég magas, tehát én nagyon nem látom, hogy mi van az autó jobb elején. Egy 360 fokos kamerát simán össze lehetett volna hozni, sőt hallottunk olyan autógyárról, aki megoldotta, hogy ennek a 360 fokos kameraképnek rögzíthető legyen az anyaga és visszanézhető, ami pedig egy esetleges bármilyen konfliktus során lehet igen hasznos információ. Gyakorlatilag fillérekből meg lehetett volna oldani, nagy kár, hogy nem csinálták. Az autó menet közben kiírja megtehető kilométerek számát és az aku százalékos töltöttségét is, de sajnos kihagyták azt a lehetőséget, hogy kiírják azt, hogy hány fokos az akkumulátor, ami egy hasznos információ lenne töltésnél. Illetve ezzel kapcsolatban az is, hogy éppen hány amperrel, hány kilovattal lehetne tölteni. Ugye, hogyha ez kiderülne a műszerfalról, akkor az ember nem bosszankodna azon, hogy úristen, elindultam hideg akkúval, első utam egy töltőhöz vezetett, és nem tud tölteni. Na hát miért van ez? Rajta lenne a műszerfalon, akár abban a kis akkumulátor jelben simán elférne ez a plusz két információ, hogy hány fokos, illetve hogy mennyivel lehet éppen tölteni. Sokkal kevesebbet bosszankodnának az emberek. Az autó TomTom alapú navigációval rendelkezik, ami meglehetősen sokat tud. Forgalom információkkal, lezárásokkal, mindennel rendelkezik. A térkép adatbázisa gyakran elavult, hiányoznak belőle körforgalmak, kereszteződések. Ezt nem tudja online frissíteni, annak ellenére, hogy az autónak online kapcsolata van. Másik nagy hiányossága, hogy a töltőadatbázis online frissül benne, de ez valami hektikus formában történik, nem tudni ki, mikor, hol, és mi alapon vannak benne, és mi alapon nincsenek benne töltők. Ráadásul az autonavigációja egy hosszabb út során nem számol a töltőkkel, csak annyit jelez ki, hogy mennyi a hatótáv, meddig tudsz elmenni vele, ott meg valahol töltened kell. Nem számolja be, hogy hol van töltési lehetőséged. Az autó menürendszere legújabb szoftver frissítéskor egy halvány rózsaszín, lilás szín kapott. Ez sok embernek nem tetszik, zavaró. Megtehette volna a Kia, hogy ez a szín állítható, illetve ha úgy is állítható a belső hangulatvilágítás színe, akkor akár vele megegyező is lehetne. Igen, most például nem tudok olyan színt varázsolni a beltérvilágításra, mint ami éppen a kijelzőn megjelenik. Hát ez megint csak egy design hiba. Az autóba bár található Android autó, valamiért az Android autó nem tölti ki a teljes képernyőt. Körülbelül a képernyőnek a bal kétharmadán van az Android autó, a képernyő jobb oldalán pedig csak egy Android autó logó. Ha ez az Android autó korlátozása, hogy csak ekkorában tud megjelenni, akkor minden tudta a Kia hasznosítani ezt a jobb oldalt, akár a beúszó menüvel, vagy akár egyéb hasznos információval. Most, hogy már láttuk ennek az autónak a pozitív meg a negatív tulajdonságait, mi ennek ellenére ezt választottuk előre, remélem, hogy nektek is tetszett, és akinek ilyen méretű autót szeretne, ajánljuk, hogy nyugodtan válaszol ezt az autót. Ha tetszettek ezek a videók, kattintsatok lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és nézzétek a többi videót is. Sziasztok!